Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon-nagyon sok-sok szeretettel, ez itt a Beszélj Velem. A mai vendégem nem más, mint Bács Péter. Szevasztok! Szia! Szia. Kérlek szépen mesélj arról, hogy ugye te Szegeden kezdted a tanulmányaidat, és... Ott is. Ott is. Ott is. Akkor kérlek szépen mesélj róla. Mármint miről? A tanulmányaidról? A tanulmányaidról, jaj, és jaj. Hogy hol folytattad, vagy hol kezdted? Hát én igazából Pesten kezdtem. Majd visszamentem Szegedre, szóval a tanulmányom az leginkább, hogy ott, de a középiskolát, általános és középiskolát Szegeden, a színiskolát Szegeden és Pesten, szóval, hogy ilyen... Tehát ilyen kavarodás. Hát ilyen kavarodás, igen, akkor sem bírtam egy helyben megmaradni. És hát ugye számos nemzetközi produkcióban is szerepeltél. Mesélj erről, hogy... Egy párban, igen. Hogy hol láthattak? Hú, hát ez úgy jött, hogy én kaszkadőr is vagyok, mint azt elég sokan tudják. És nekem nagyon sok filmbe hívtak kaszkadőrködni. Először sima verekedések, ilyen háttérszereplő, utána verekedések, így egyre jobban bele-bele folytam ebbe a világba, és igazából egy-két legnagyobb az ilyen teljesen spontán véletlenül jött, mert elküldtem egyszer egy castingra jelentkezésemet kint Ausztriában, és akkor én állítólag hasonlítok egy picit a Tom Cruise-ra, ezt nem, sem megerősíteni, se cáfolni, nem tudom. És akkor úgy jött, hogy akkor mondták, hogy akkor lehetünk Tom Cruise-nak a dublőre. És akkor ez így elkezdődött, aztán voltam az Eagle of Tonight-ba, ott a Channing Tatum, nem tudom, gondolom, a hölgyeknek sokkal többet mond az a név. Donald Sutherland-del, akkor az a baj, hogy nem tudom, a filmnek a címeket. Nagyon gáz, nagyon gáz. Igen, mondom az eredeti címeket. Voltam egy filmben Penelope Cruz-zal is, és Santiago Segurával, a Torrente, hogy így jobban ismerik. Szóval van pár. És hát szerepeltél te a Zoltári csajokban, 2018-ban. Már hogy repül az idő? Igen. Ott voltam egy Tamás nevű srácot játszottam, és körülbelül 2-3 részt voltam a Zoltári csajokban. És ugye ezt, ha jól tudom, akkor a való világban forgatták. Igen. Viszont te 2019-ben feltűntél a Mi kishalunkban is. Igen, ott is. Ott az örökösök után mondták, ja? Hogy lenne egy, az első évad után felhívtak, hogy lenne egy szerep, érdekele. Boldogan mondtam, hogy persze. És hát ugye említetted a drága örökösöket. Ott is 2019-ben tűntél fel a képernyőn. Mesélj erről, mert ugye téged Laliként ismerhettek meg az emberek, és ott kaptad szerintem meg az országos ismertséget leginkább. Hát leginkább igen, lehet ezt mondani. Mesélj erről. Igen. Ez igazából úgy jött, hogy engem láttak valahol lovagolni, a castingos hölgy, és ő hívott fel egy castingra, és igazából így már meg is kaptam ezt a kis szerepet. És hát igen, mert ugye, tehát hogy szerintem a te magánéleted és az ottani Lali élete egy kicsit hasonlít, mivel ugye te is lovagolsz. Igen, de csak ebbe az egybe. Képzeld, hogy én nem szeretem a Lalit, képzeld el. Tényleg? Halálkomolyan, és mindenki ezen meg szokott rökönyödni, hogy én nem érzem magam annyira jól benne, mert én kis gyámoltalan. Tehát, hogy nagyon-nagyon teszetosz a fiú. Az tény, hogy ő nagyon-nagyon vívódik. Mert aki rendnézze a sorozatot, annak el tudom mondani, hogy ez a fiú nagyon szerelmes egy lányba, aki éppen a legjobb barátjával vannak együtt. Szóval, hogy a barátját válassza, vagy azt a lányt, akiben már gyerekkor óta szerelmes. És egy vívódás az ő lelki állapota leginkább, hogy akkor a barátját válassza, vagy azt a lányt, aki szeret. És teszetosza. Tehát, hogy nagyon-nagyon teszetosza, nem tud határozott lépéseket tenni, és nekem ez nem, de való életben nekem ez nem szimpatikus. Szóval, hogy én általában azért eléggé céltudatos vagyok, lehet azt mondani, és ő nem. De a lovak iráti szeretet az ugyanúgy mind a kettőnkben benne van. És hát ugye ez már nem titok, mert hogy lesz következő évad a Drága Örökösökben, és pont igen. Most jöttél a forgatásról. Igen. Körülbelül, hát... Másfél-két órája, igen. Kérlek szépen mesélj, hogy 10 év múlva hol látod magad?
Jó, ez nagyon nehéz. Ez nagyon... Akár egy X-faktor mentornak, vagy? Nem, képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon próbálom magamat olyan szinten hozni, hogy nem menj, mivel ismert ember vagyok már, nem akarok celeb lenni. Tehát, hogy nem akarom, hogy úgy kategorizáljanak be, hogy a Úristen, ott a Biki csinálja. Igen, tehát hogy ő ebbe a szerepbe volt. Tehát szeretném magam nagyon-nagyon sok helyen kipróbálni, sok helyen megméretetni magamat, de próbálom ezt azért a kultúrát azt terjeszteni, mint ahogy azt próbálom a Facebookon, Instagramon, egyéb platformon csinálni. Nagyon borzalmasan nehéz, mert az emberek nagyon nem vevők rá sajnos, de próbálok ennek az egyik élharcosa lenni. De hogy a kérdésre válaszoljak, hogy mit fog csinálni 10 év múlva, próbálok, szerintem addigra lesz családom, ebben nagyon-nagyon bízok, és hát nem tudom, élvezni az életet. Azt még nem tudom, hogy pontosan mit fog csinálni, de fel fogom magam találni, ebben biztos vagyok. És ha felajánlanák, hogy legyél egy főszereplő bármilyen sorozatban, elvállalnád? Képzeld el, hogy nem biztos. Mm-hmm. Nem biztos. Nyilván ez anyagilag nagyon-nagyon jó sok embernek, de nem szeretném, hogy bekutatóbelizáljanak abba, hogy már pedig én vagyok a Palányi Lajos, mint ahogy most is. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy folyamatosan hívnak kisebb-nagyobb szerepekbe, és nekem nem ciki elmenni akár egy három adatot is elmondani, mert úgy vagyok vele, hogy abban a szerepben is tudok tanulni, megmutatni magamat, teljesen más csinálni, és nem az akarok lenni, hogy ja, ez a gyerek benne volt a Drága Örökös, ő volt a Lali. Nem, én vagyok a Bács Peti, én egy színész vagyok, színész is, és így szeretném, hogy az emberek tudatában egy picit éljek. És színházakban szerepek? Képzeld el, hogy hívogatnak, de nagyon-nagyon sokszor nemet mondok. Uh-huh. Azt is elmondom, hogy miért, és ezt vagy megkorbácsolnak érte, vagy nem. Engem nagyon-nagyon leköt a színház. Szóval, hogy én nagyon szabad ember vagyok, és nem szeretem, hogyha lekötnek egy helyre. És ezért szoktam általában nemet mondani, mert a színház az úgy van, hogy a színházi próbálat, hogy 10-től 2-ig és este 6-tól 10-ig. És az engem nagyon-nagyon megköt. Én azért nagyon sok helyen dolgozok, Budapest, Bécs, és még jönnek az országok, városok. Szóval én szeretek mozogni, menni, dolgozni, fejlődni, új embereket megismerni, fokról-fokra lépni fölfele, és a színház az egy varázslat, ez egy csoda, egy fantasztikus műhely, viszont engem leköt. Tehát, hogy nagyon-nagyon beszorít, és ezért nem. Ez viszont egyébként így van, mert tényleg ott így kell pörögni, és ott lenni, és tényleg egy helyben lenni. Kérlek szépen, mesélj a jövőbeni terveidről és álmaidról. Hát nekem terve van egy civil vállalkozás is. Én egy lovardát szeretnék, az nagyon nagy álom, ez mindenféleképpen. És hát filmezni szeretnék minél többet, sokat. Illetve hát, ha jó Isten magadja, már pedig megadja. Szeret, ternyén hordoz, csak néha tapsol. És szeretnék nagyon sok filmben lenni. És hát ugye a család alapítás. Ez benne van, persze. És hát ugye te színészként, kaszkadőrként és modellként is tevékenykedsz. Mesélj róla. Én nem vagyok modell, tehát hogy én vagyok az a srác, aki véletlenül belekeveredett ebbe a világba, holott én kiboxoztam 15 évet, fern az orrom, szemtengely ferdülésem van, tehát teli vagyok hegekkel, meg ilyen hülyeségekkel. Nem tartom magam modellnek. Viszont, amit hoz az én számlámra lehet írni, ezt nagyon sok rendező, producer, fotós elmondta, hogy én karakterizálható vagyok. Ami azt jelenti, hogy egy kisfiús alkatból egészen az öltönyös, motoros, viszkisívós macsóig, tehát nagyon-nagyon sok mindenbe be lehet rakni. És én voltam egy 3 évvel ezelőtt egy kínai sorozatban, felhívtak, hogy lenne egy szerep, érdekele. Bond, persze, azt mondtam boldogan, hogy... És akkor voltad szöveged, csincsancsung! Nem, angolul kellett ezt a pár mondatot elmondani, az sikerült is. És nagyon vicces volt, mert bemutatkoztam a két főszereplőnek, hát fogalmam sem volt, hogy kicsodák. És így
nekem a főszereplő hölgyel csókoloznom kellett, és akkor mindenki jött oda, hogy a kínos tábor, hogy pacsisztok, öklöztek, hogy mekkora király vagy. Nem értettem, hogy miért. Majd kiderült, hogy, az ázsiai Angelina Jolie volt az, és hogy a Shanghai repteret, amikor jöttek Magyarországra, akkor lezárták teljesen miattuk, szóval hogy ilyen kaliberű emberek voltak. És odajön egy fotós, hogy te nagyon szép vagy. És én ezt nem nagyon értettem, mert én nem ilyen fiú vagyok. Mondom, először ígyünk meg egy kávét, beszélgessük, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na jó, ez a vicc része. De mondta, hogy ez nagyon szívesen dolgozna velem valami fotózás kapcsán, és akkor persze megkérdeztem volna a Kőbányám, vagy valahol Pest környéken. Mondta, hogy nem, de hogy adjam meg az elérhetőségemet. Na, ilyen nem, azért tele van a padlástól, hogy nagyon jó vagy, tehetséges vagy, jól nézel ki, add meg az telefonszámodat, e-mail címet, majd hívunk, jó? Oké. Megadtam, és eltelt körülbelül 3 hónap, és egy e-mailt küldött, hogy lenne egy nyakkendő fotózás Sákrájba. És tehát az ember azért félve hall az ilyeneket, persze, hogy Dubajba hívnak golflabdát szedni, meg stb. Tehát, hogy óvatosan. És ment a levelezés folyamatosan, körülbelül 2 hétig, és küldtek 2 repjegyet, illetve egy hotelnak a 2 hetes tartózkodásnak az árát is elküldték, és elmentem Shanghaiba, és ott elkezdtem ezt a modellkedést, lehet ezt mondani. És azóta egy folyamatosan hívogatnak kisebb-nagyobb reklámokban, nem csak Shanghaiban, hanem Magyarországon is egy kisebb fotózásokra, reklámokban is. Ezért szerintem, hogy teljesen jó lehetőség ahhoz, hogy még többen megismerjenek más területről is. Nem feltétlenül nekem ez a cél, hogy minél többen megismerjenek. Én annyira jól el vagyok ebben a... Szereted, amit csinálsz. Igen. Tehát, hogy én... Érdekel az, hogy milyen egy fotózás, és akkor, amikor az ember azt gondolja először, hogy egy fotózás, hát mi a nehéz? Van nehéz, tehát, hogy van nehéz 12-3 órán folyamatosan állni, és így néz, úgy néz, tedd fel a kezed. Ne tedd fel a kezed. Nagyon-nagyon hosszú. Van-e az életedben olyan, amit megbántál? Vagy éppen nem? Van. Mi az? Jaj, hát ez nagyon-nagyon sok minden. Képzeld el, hogy nem vettek fel a főiskolára, 3-szor jelentkeztem. Az elsőt ezt én rontottam el nagyon, azt arra emlékszek, nagyon-nagyon elbénáztam. Meg hát persze az ember magánéletében is van a dolgok, amiket nem fog megbocsájtani magának. Ezért ugye én nem fogom elmondani. De van, persze, meg szerintem minden emberre van olyan, amit megbánt, és nem úgy csinálna, hogyha esetleg egy hónappal, egy évvel, 10 évvel vissza van az időbe, akkor szöges ellentétét csinálna, amit akkor csinált. De ezzel nem hiszem, hogy nincsen baj. Ezzel együtt kell élni, tanulni belőle, és hogyha legközelebb meg vagy a sors, hogy olyan helyzetbe kerülök, akkor nyilván a jobb utat választom. És mi az, amit nem bántál meg? És nagyon büszke vagy rá. Jaj, nagyon büszke. Ez annyira erős az a büszke. Én nagyon nehezen vagyok magamra büszke. Képzeld el, tehát, hogy én tavaly megnyertem egy versenyt az Ügető Szilveszteren. Voltam, köszönöm szépen. És nem voltam magamra büszke, nem tudom, hogy miért. Pedig nagyon sokat gyakoroltam, készültem rá, és valahogy nem tudom. Ez a büszkeség, nem szoktam így vállon veregetni magamat, mert... Inkább úgy vagyok vele, hogy jó, oké, elértünk egy szintet, de akkor menjünk még tovább. Tehát, hogy én hogy ez a nagyon-nagyon maximalista vagyok mindenben, és próbálom a legeslegjobbat kihozni magamból, és nem nagyon szoktam magamra ilyen dicsérő szavakat mondani, vagy ilyen elismerő, na Peti, most jó voltál, ezt megcsináltad. Nem. Oké, elértünk ezt, tök jó, de a következő lépés az, hogy tehát, hogy mindig van egy következő szint. Ez viszont nagyon jó egyébként. Hogy tényleg kitűzöl magad elé valamit, és... Igen, és viszont van árnyoldala is, mert előbb-utóbb sose lesz elég. Uh-huh. Tehát én most célul tűztem ki magamnak, ezt elmondom, ezt még te se tudod, meg nagyon sokan nem, de nekem lesz egy kaszkadőr mutatványom, egy show-m. Kiugrasz az ablakon. Képzeld el, majdnem. A Szegeden lesz, már Szegedváros hál' Istennek belement, és vannak most már támogatók, szponzorok is nagyon-nagyon sokan odaálltak mellém, mert nem sok ilyen színész van Magyarországon, mint én. Talán azt mondom még, aki ilyen
menő, az Árpa Attila, az, aki tényleg bevállal minden merekedést, lovaglás és hasonló dolgokat. De visszatérve a kaszkadőr sóra mutatványra, felmegyek a Szegedi hídnak a tetejére, ez körülbelül olyan 150-200 méteres magasság. Jön egy helikopter, azon le fog lógni egy kötél, és ez nekem olyan 60 km körül a sebességre el kell kapnom majd. Az igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy sorozat. Hát akkor vigyázz magadra, mert bármi lehet. Á, nagyon burokban születtem, szerete jó Isten. És hát ezt már igaz, hogy megválaszoltad. Dolgoztál együtt külföldi hírességekkel. És ki az a híresség, vagy ismert ember, akivel még dolgoznál? Ja, nagyon sok van. Nagyon-nagyon sok van, rengeteg. Mesélsz róla? A Robert Downey Jr. az én alkai menő. Tehát, hogy ő egy etalon. Anthony Hopkins. Nagyon-nagyon sok olyan nemzetközi színész van, akivel nagyon szeretnék együtt dolgozni. Mert nagyon érdekel, hogy egy forgatáson, hogy ő hogy jön oda, hogy változik át a karaktere. Nem tudom, melyik volt az a színész, azt arról olvastam, hogy nem, amikor szünet volt, nem bandázott a stábtagokkal, hanem teljesen elkülönült, és hogy a szerepben maradt folyamatosan. Engem ez nagyon-nagyon érdekel és inspirál. Szóval, hogy ők, hogy mert az ilyen nagy nevek azért tényleg DiCaprio, vagy Bradley Cooper, tehát hogy zseniálisak. És képzeld el, pont tegnap olvastam, hogy Bradley Cooper majdnem ott hagyta a színészkedést. Az igen. Az nagy szó lett volna. Hát igen, nagy kár lett volna. Most térjünk vissza egy kicsit a drága örökösökre. Kötöttél barátságot az ottani szereplőkkel? Lehet azt mondani, hogy igen. Igen, ő olyan nagyon-nagyon-nagyon szoros kötelékek azért nem alakultak ki, de persze nagyon jóban vagyok mindenkivel, hál' Istennek. A stábtagokat imádom, nagyon szeretem. A stábtagok közül lett nagyon sok operatőr, vágó, hangmérnök barátom, akivel bármikor találkozok, és keresjük egymást, hívogatjuk egymást, szóval ez szerintem nagyon jó érzés. És mesélj egy kicsit arról, nem tudom, hogy mesélhetsz-e, hogy milyen, hogy lehet elképzelni egy forgatást? Hogy igazából ez úgy szokott lenni, tényleg, mint ahogy a filmekben van, hogy egy forgatás hogy néz ki. Mert egyébként, ha jól tudom, ez egy kis felépített díszlet. Igen. Egy erdőben, vagy nem tudom. Hát Budakeszi. Igen. És ugye ti kimentek egy helyszínről, ha jól tudom, nem tudom jól. Egy helyszínről? Hát, ahol gyülekeztek, tehát amikor még nem vagytok szerepben. Ja, igen. Van egy kiépített bázisunk a színészeknek, stábtagoknak, és akkor mi ott szoktunk általában lenni, és akkor onnan szoktuk átmenni, körülbelül ilyen 300 méterre lévő faluban. Mm. És hogy lehet elképzelni? Hát ez reggel úgy szokott zajlani, hogy amikor ilyen 3 órás kezdésünk van, vagy 3 órára írják nekem egy SMS-t előző nap, hogy akkor 3-10-re megyek érted, nyilván transport, eljönnek értünk, bevisznek minket ebbe a konténer szállás bázisra, ott kapunk egy sminket, reggeli, átnézzük a szöveget a kollégákkal, smink, haj, stb. És akkor bemegyünk a díszletbe. És akkor ott tényleg kétszer talán elpróbáljuk egyszer-kétszer a jelenetet, megbeszéljük, hogy mit, milyen hangsúlyjal, mit akarunk éppen kifejezni, és felveszünk a jelentet. Ez szóval nagyon jó, és ugye hát ott a lovarda is, és igen, ott is állatok között lehet. Hát nem mindig, de általában. Általában igen. Én vagyok az, aki folyamatosan télen forgat, illetve most téli jelenetet forgatunk, viszont július van, nyár van, és téli kabátban megyünk folyamatosan. És hát azért ott vannak fények is, szerint, ugye? Mik? De fények. Ja, persze. És még az is nyomja a meleget. Igen. Hát kitartás, természetesen ennyit köszönjük. És hát nagyon sok sikert kívánok neked. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most egy játékkal jövünk, ahol színészkedni fogunk. Nézzétek. Még én is.
Csabikám, itt van! Lali! Tesókám! Ezer éve meg egy napja, hogy hát, vagy? Jól nézel ki? Mi a pálya? Jól vagyok, köszi! Ne, ne hallok késtök! Hát... Eltévedt! De, hú, de nem találsz a Fehérvárom? Hát, nehezen, az úgy volt, hogy Ökörapátiból jöttem, elmentem egészen Pestig busszal, de Pestről eltévedtem keleti, nyugati, nyugati, déli... Ne haragudj! Na, figyelj, tesó! Hát ez te vagy, tehát hogy... Ne haragudj! Te. Igen. Arról lenne szó, hogy... Te most dolgozol amúgy? Hát dolgozom... Takarítóként, de... Hagyd ott, tudok jobban. Hallgass rám, figyelj! Tudom, együtt lovagoltunk még annó, de most itt a lehetőség. Figyelj! Ott a Dani. Dani fölé. Ismered. Tudod, emlékszel rá. Ott a Jóska gyerek. Ismered, tudod. Van még három lovász. Ismerni. Igen, van még három lovász. Hatan vagyunk, három óra, de kell vele még egy ember. De várjál... Csavikám, rád gondoltam. Ez a... Zökörapáti. Igen, Zökörapát. Te, és mi van vele? A kocsma, minden. De... Kocsmázhatunk, tesó. De oké, de... Gyere már! Nem szeretnék, mert Ökörapáti falu, kis falu, falu, persze. Ez meg város. Tehát... Persze, köpedék, persze. De hát a falu, ott jó levegő van, kicsit lószarszak, de tök el leszünk, tök jó buli. De tudod, hogy nem... Ott a Steffi, szemed levegő róla, ő az enyém. Hát én már kinéztem, ki... tehát hogy... Mit? Steffi? Igen. Felejtsd el! De miért? Mert hozz férfi kellem, te én. Na, figyelj, elmondom. Lejössz, dolgozunk, elleszünk, összeszedni neked valami csajt, valakit, nem tudom, akárkit, húgomat, esetleg talán. Akár. Most, hogy elgondolkodom, de nem szeretnék. Tehát, hogy Ökörapáti nem az én világom. Mi nem tudod, hogy mit hagysz ki. Jó levegő. De nagyon rend. Lehet, hogy jól levegő. Csomó városi jön, ott vannak a Tibiék, az a majom hosszú hajú gyerek is, a Tamás. Gyere, jó lesz. Mondjuk a Tomival múltkor összefutottam, mert én egy iskolában voltam már egyébként. Igazán, iskola. Na? De nem szeretnék, nem tudom. Légy tehát, szíves. De nem. Legalább gyere el, megnézed, ha azt mondod, hogy nem jó, akkor elmész, visszajössz, na? Egy napra. Egy nap. Egy nap. De nem biztos. Na. De fizetni nem nagyon tudunk. De a buli az jó lesz, tuti. Na. Figyelj. Nem tudtok fizetni? De tudunk, csak nem annyit. Meg feketén. De hát itthon ez belefér, na? Hát de most takarítóként dolgozok, és akkor... De vagy jelentve? Élvezed? Nem. Szereted? Na látod, ott meg élvezed, szereted, pénz ugyanannyi, csak fekete. Nyugdíjad amúgy se lesz, na, gyerünk! Hát akkor menjünk. Figyelj, nem tudom, tehát hogy elmennék Ökörapátiba, de... Nincsen, de jó lesz, itt el. Ott van Anikó, ott vannak a kocsmatöltelékek. Mondjuk Anikóval is elgondolkoznék, hogy lehetne köztünk valami. Apám, mert... nője. Tudom. Ugye nem akarsz ráhajtani a mostoha anyámra? De. De? De nem, el leszel ásva? Apád elás? Nem, de... én. De miért? Figyelj! Gyere le, tényleg, hidd el, jó lesz. Úgyhogy nem mozdulsz rá egy rokonomra se, akit szeretek. És itt tökéletesen megleszünk. De én... Vagy ott van a Jennifer. Vagy... A Jennifert nem ismerem. Vagy az Olga. Az Olga tökéletes. Olga nem. Miért ott, nem? Mert ott mindenkit átbasz. Tehát hogy... Hát meg kell nevelni, férfi kell neki. Határozott, erős, céltudatos. Igen, de nem Láros. Tudom. Figyelj, most én kiviszlek a vasútra. Lehet, hogy elmegyek veled, nyilván lehet, nem autóval. Eljössz. Lehet, de nem biztos. Mindegy, tehát, hogy kiviszlek a vasútra, és nem tudom, hogy elmenjek-e. Én biztos odáig nem tudok elvezetni, mert a térképen sincs rajta a Ökörapáti. És? Tehát, nem tudom. De én ott vagyok, segítek. Aztán arra kelljek, hogy lószar szag van, tehát hogy... Nem is tudod milyen jó. Ott a gyömbér, a harmat. Nem a gyömbért én törtem be. Igaz, ledobott a hátáról, de oda se neki. Na, figyelj. Eljössz, jól fogjuk magunkat érezni legalább egy napot, legalább egy esélyt adj. Nem nagy kérés, legalább te megtehetnéd, ha sokan mások nem adják meg ezt a kicsit. Legalább kaja van.
kaja, dehogy milyen, üftelen házias koszt, leginkább házias, hát hazai. Ja, meg... Stonka, kolbász, hurka, van, mindenféle. Jaj, Istenem. Meg van a kisbolt, ahol porral áron vannak mindenféle dolog. Tehát, nem, de... Nincs automata, nekem kártyám van csak, tehát, hogy... De lehet hitelbe venni. Persze, majd lemegyek, aztán hitelre veszek, aztán ha nem jön össze, akkor meg ott marad a hitelem. Hát történt ez már mással is. Na, figyelj, lejössz, jól fogunk magad érezni, legalább egy esélyt adj, kész. Mit szeretnél még? Mit? Nem tudom. Kosztot, kvártés, szállást? Akkor itt szeretnél? Tessék! De itt legalább jó emberek közt vagy. Figyelj! Én megőrülök, ha nem tudok magamnak új ruhát venni. Van új ruha! Hol? Hetente jön egyszer ez a használt ruhás. Angol használt ruha. Leges legjobb. Persze. Egyszer ki kell most és kész. És ha nem használt ruhát akarok felvenni? Nem, miért? Hát nem tudom. Bármiért. Tökéletes. Ott nincsen semmilyen normális bolt. Ott a vonat menjél! Megyek! Akkor mehetünk? Nem Kérem tudom, de... Ne hisztizzük, itt vagyunk. De nem figyelj. Tudom, hogy milyen lenne ott. Figyelj, ruhát sem hoztam, semmi. De jó vagy így, tökéletes. Ez már ünneplős. Ja? Na, gyere. Jó, menjünk. Gyere, jó lesz. Gyere. Jó, menjünk. Na remélem most örülsz. Jaj, ez a volt. Nagyon komoly. Látod? Ezt mondtam. Ilyen... Hagyjuk itt, menjünk vissza ökör, a pátyát. Igen, oda kell menni. Nem, ilyen ökörapádiban nem lesz. Nem. Ilyen modern mindenség, tehát hogy... Ott meg majd tényleg a szart szagolgathatom. Hogy néz ki te? Hát... Abba. És ilyenre rávettél, hogy eljöjjek ökörapádiba, vagy elmenjek. Jó lesz. Ide. És hol fogok aludni? Nem tudom. De én most megyek. Jó. Akkor... A legjobbak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A mai vendégem Vács Péter volt, színész, kaszkadőr és modellkedik is. Ha szeretnétek, akkor kövessétek Instagramon, engem is. És hát itt... Szeretnék egy köszönetet mondani nektek, hogy végig velem voltatok és néztetek. Az első évad utolsó vendége volt Peti. És hát jön egy második évad, ami egy kicsit másabb lesz, de ugyanúgy ismert emberekkel is fogok jönni. Köszönöm szépen, sziasztok! Szevasztok!